Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a kivetésnél feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatait, a terveit középen látjuk, mégpedig itt felül és alul. Az alsó kép mutatja, hogy voltak nála küzdelmek. A képen egy hölgy látható, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, tehát utalhat az ő helyzetére, ha ő egy férfi. De változtat a dolgokon, hiszen itt látható, hogy lesznek változások, megújulások, mint egy újjászületés, és ő lezárja ezt a kapcsolatot, vagy lezárja ezt a helyzetet. Hogyan érzi magát? Az itt látható bal oldalon. Megjelenik a tolvaj. Lehet, hogy elloptak tőle valamit. Az is lehet, hogy valaki rabolja az idejét, rabolja az energiáját. Itt egy férfi látható, de mint említettem, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, lehet egy nő is. Sőt, itt látható a kígyó a háttérben, és a kígyó gyakran egy nőt szimbolizál. Ő megvilágít valamit, hiszen döntések lesznek nála. Megvilágít egy új irányt, egy új utat, egy új lehetőséget. Tisztán akar látni bizonyos dolgokat. Egyet viszont nem vesz észre, hogy a háta mögött ott van a kígyó, és ez a kígyó figyelgeti őt, tudni akarja, hogy milyen irányba mozdul, hogy mi a terve. De később majd át fog látni a dolgokon, hiszen itt már mindegy király jelenik meg, és a kezében van a kard. A karddal el lehet vágni valamit, bizonyos kapcsolatokat, félelmeket, eseményeket. Ebben az esetben a tolvaj tud segíteni is, hiszen a tolvaj el tud távolítani olyan dolgokat, ami kellemetlen volt eddig. Például ezt a kihívást, vagy ezt a kígyót itt a háttérben. És ő megjelenik. Itt már mindegy király döntéseket hoz, és szeretne beszélni veled, hiszen a kardok jelentik gyakran a kommunikációt is, és hogy mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható, itt is megjelenik a levél, a hír és a papagáj szimbolizál beszélgetéseket. De a képen látjuk azt is, hogy légy még kicsit türelmes, ő még olyan várakozó, de jelentkezni fog, beszámol arról, hogy mi történt nála. Itt az arany érem látható, ez lehet anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat. Ebben az esetben a levél jelenthet egy munkahelyi szerződést is. Amit az arany érem még jelent, hogy ő értékel téged, vagy jelentheti a föld elemét, a reális dolgokat, hogy ő beszélni akar veled, lezár bizonyos kapcsolatokat, nehézségeket, tervez együtt veled valamit, amit szeretne megvalósítani. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Az utak itt azt jelentik, hogy ő útban van hozzád. Vagy ez a levél van útban hozzád. Vagy jelentheti a döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és majd elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba.
itt te vagy látható a képen. Lehet, hogy voltak nézet eltérések köztetek a múltban a kígyó miatt. Vagy félelmek, hogy te féltél attól, hogy a tolvaj azt jelenti, hogy ez a nő elrabolja őt. De ő most tisztáz veled mindent, döntéseket hoz, és útban van hozzád. Itt újra megjelenik a kígyó, és a tolvaj eltávolítja. Sőt, az egerek segítenek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a kihívásokat, az egerek eltávolítják a háttérből ezt a nőt, az egerek el tudnak egy tolvajt szintén távolítani. És itt látható a szerelem, ő új irányba tekint, és ez utal a párkapcsolatotokra, a szerelemre, de azért vegyük észre azt is, hogy ez a nő a háttérből azért figyelgeti őt, vagy azt is, hogy hogyan tovább, hogy milyen lépéseket tesz, hogy mi van kettőtök között. Itt a ház jelenti az otthonodat, ő meglátogat téged, hiszen beszélni akar veled. Az is lehet, hogy lesz egy változás, és a beszélgetések, a levél utalhat szerződésekre is, bérleti szerződésre, vagy adásvételi szerződésre. A ház jelentheti a családi kapcsolatokat is. Itt a kereszt utal az út kereszteződésre, mint itt, hogy útban van hozzád, találkozni akar veled, hiszen a sors utatok kereszteződik, és lesznek fontos döntések, mert elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. És itt az érem jelenti a föld elemét, a reális dolgokat. A fa utalhat gyógyító erőre is. Ha valaki beteg volt a családban, akkor itt a gyógyító erő. Mivel az érem jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást is, itt is meg lesz egy stabil helyzet. A fa jelenthet egészségügyi területeket is, lehet, hogy ott dolgozik ő, vagy te, vagy mindketten, akkor utalhat munkahelyi változásra, egy ajánlatra is. Az ő jelenlegi helyzete itt vannak még nehézségek, akadályok, de azért az egerek segíteni fognak ezeket eltávolítani. Ő benne van ebben a megújulásban, tehát kell még egy kis idő, amíg rendezi a dolgokat, ezért kell a türelem, itt látható, hogy várakozó vagy. Nem fog sokáig tartani, ő közeledik hozzád. És a te jelenlegi helyzeted, itt szerencsét lesz, jelentik a csillagok, persze utalhat spirituális területre is, meg a bizalomra. Minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és pontosan így fogja meghozni a döntéseket. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.